rányomsz, igen, és akkor kinagyítja. Interaktív érintőkijelző mutatja be Mésző Miklós szexárthoz való viszonyát. A Kossuth-díjas író itt vetette papírra az 1960-as évek elején az Atléta halála című első regényét. A Tolnai megyeszékhely még 2001-ben vásárolta meg az ingatlant. Később a PAD Irodalmi, Kulturális és Művészeti Egyesület kezdeményezésére pályázati pénzből elbontották az addigi tálomár düledező présházat, hogy a helyén a mészői hagyatékot bemutató turisztikai látványosságot és alkotóházat hozzanak létre. A beruházás most készült el egy topos pályázatnak köszönhetően. Mint egy 35 millió forintból épült meg, teljesen a top forrásnak köszönhetően, tehát a városnak nem került pénzébe. Én azt gondolom, hogy ezzel a beruházással ismét szinten tudtunk lépni. Szexuális vállalkozók készítették el, szexuális tervezők tervezték, ahogy szoktuk ezt mondani, és sokat köszönhető nekik, hogy jó minőségben, határidőre el tudtak készülni ezzel a munkával. A városvezetés célja, hogy a teljesen felújított mészőtanyát az irodalom iránt érdeklődők mellett a turisztikai céllal a városba érkezők is látogassák. Éppen ezért azt tervezik, hogy a látványosság is része lesz egy a szexárdi nevezetességeket bemutató kulturális túrakörnek. A mészőtanyával kapcsolatos utalások ugyanis többször is megjelennek az író műveiben. Itt szokott írni, és hogy mennyire szerette a természetet, ezt a létet, ezt a milliót, azt az ő saját vallomásából idézem, hogy onnan tudta, hogy hajnal van, hogy a kis tanya régi ablakán benézett egy bájos kis őzike, mintha figyelmeztette volna a gazdáját, hogy itt az ideje fölkelni, íráshoz fogni. A mészőtanya előtt egy apró színpadot is kialakítottak, így akár kisebb szabadtéri előadásokat is meg lehet ott tartani.